A községek fejlődésének mindig fontos mérföldköve, amikor a frekventált területeken megoldódik a bel- és csapadékvíz elvezetése. A globális klímaváltozás következményeként növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, valamint az intenzív záporos csapadékhullás is egyre gyakoribb. Tiszabercelen is. A kiépített csapadékvíz elvezető hálózattal megszüntették a balesetveszélyes árkokat, és kultúrát lett az utcakép is. Mindez több mint 3 kilométer hosszan. Emellett közösségi terek is megújultak. A régi takarék épülete és a régi téglagyár irodaépülete. Mindkettő magyar falu program keretén belül valósult meg, és hasonló összegben ilyen 30 milliós nagyságrendű támogatást kaptunk ezekre. A belvíz elvezetésünk az 260 millió forint körüli összeg volt, és ez gyakorlatilag annak az elszámolása éppen a napjainkban folyik. Elkészült, úgyhogy lassan birtokba is fogjuk tudni venni, és bár most igen, sok mindent a csapadékról nem tudtunk az éven beszélni, de azokban az időszakokban, amikor sok csapadék hullik, akkor ezek elég komoly problémákat szoktak a falun belül okozni, és nagyon remélem, hogy ennek egy részét legalábbis meg tudja ez oldani. A régi téglagyár területe idén először volt a halászléfőző verseny helyszíne, a visszajelzések pozitívak voltak, ezért az önkormányzat a következő években is itt rendezi majd meg a fesztivált. Ráadásul a téglagyár a falu egyik nevezetessége volt. A téglagyári épület az egyetlen megmaradt épület része annak a valaha volt tiszabelceri téglagyár komplexumnak, amit a 90-es évek közepén számoltak fel, és nagyon nagy fájdalmunkra az egyik legikonikusabb jelképét, a téglagyári kéményt is lerobbantották ebbe az időszakba, ezt nagyon sajnáljuk. Hál' Istennek a másik hasonló nagyságrendű ilyen kéményünk az még áll, sőt felújításra fog kerülni a közeljövőben, ez a gőzszivattyú telepnek a kéménye. Tehát, ahogy mondtam, ez az egy irodaépület maradt meg a tiszabelszéi téglagyárból, és az önkormányzat hosszasan próbált erre forrást keresni az elmúlt időszakban, és most hál' Istennek a magyar falu forrásai között találtuk meg ezt, és sikerült itt annyi pénzhez hozzájutnunk, hogy ezt fel tudtuk újítani, és ezt a szándékunk szerint ezt a belszeri civil egyesületek fogják használni, és reméljük, hogy ez is egy olyan helyszín lesz, aminek a használatával ez a belszeri civil élet az hasonlóan az elmúlt időszakhoz újra aktívan fog tudni működni. Fontos fejlesztés lesz Tiszabercelen a bölcsőde megépítése. Erről 3 évvel ezelőtt született meg a döntés az önkormányzatnál. Önerő hiányában azonban támogatásra lesz szükség, ehhez a pályázatot benyújtották, és mivel sikeresnek bizonyult, már alá is írták a támogatási szerződést. A tervek szerint jövőre elkezdődhet a bölcsőde építése, ami egy újabb jelentős mérföldkő lesz a község életében, hiszen így teljessé válik majd az oktatási nevelési rendszer.